Kényelmes, egyszerű és energiatakarékos. Az okos otthonok egyre népszerűbbek Magyarországon is. A komplex hálózat kiépítése után gyakorlatilag egy alkalmazás segítségével távolról is lehet vezérelni a rendszereket. Attól válik egy otthonokossá, hogy olyan ö, technikai megoldásokat, rendszert építenek ki egy házon, lakáson belül, amely komplex hálózatként egyszerre vezérli az ott lévő technikai eszközöket. Tehát például egy mobil alkalmazás segítségével az elektromos redőnt vagy reluxát tudjuk irányítani. A rendszer kiépítése után a letöltött alkalmazáson keresztül lekapcsolhatjuk a villanyt, távolról nyithatjuk és zárhatjuk az ajtókat, a mozgásérzékelő segítségével pedig mindig biztonságban tudhatjuk lakásunkat, vagy éppen szabályozhatjuk az egyes szobák hőmérsékletét is. Ennek van egy praktikus oldala, meg van egy gazdaságossági oldala. Tehát azzal pénzt tudunk megtakarítani, hogy mikor elutazunk otthonról, leállítjuk a fűtést, amikor hazaindulunk, akkor a mobilunk segítségével meg fogjuk emelni a fűtési hőmérsékletet, elindítjuk a fűtést, és mire hazaérünk, kellemes hőmérséklet van. Folyamatosan nő az igény, a rendszer kiépítése ezért egyre elérhetőbbé válik hazánkban is. Egyre olcsóbb is egy ilyen rendszernek a kiépítése. Ugye régen azért komoly összegben kellett gondolkozni annak, aki egy ilyen komplex hálózatot ki akart alakítani, és hát nekünk pont ez volt a célunk az intuitív home létrehozásával, hogy barátságos közelbe hozzuk ezt a, ezt a fejlesztést, hiszen egyrészt meg tudunk venni eszközöket, amelyeknek kedvező az áruk, másrészt ingyenesen biztosít egy mobil alkalmazást, amivel ezt vezérelni is tudjuk. A tapasztalat az, hogy főként a 30-as, 40-es korosztály érdeklődik a szolgáltatás iránt, rend. a rendszer teljes egészében az egyéni igényekre szabható, ára pedig kizárólag attól függ, hogy ki mennyire szeretné felokosítani otthonát, tehát miket szeretne távolról vezérelni a jövőben, ezzel sokkal kényelmesebbé téve a mindennapokat.